És hogyha már kiválasztottuk a tökéletes ruhát szilveszterre, akkor ahhoz, hát főleg a hölgyeknek, illik egy szép sminket is elkészíteni, mondjuk olyat, mint a miénk, amit Vanda csinált nekünk. Szia, Vanda! Sziasztok! Szia! Na, mesélj nekünk egy kicsit a szilveszteri trendekről, mert tudom, hogy imádod ezt a szót. Nincs olyan, hogy trend. Mit kell figyelni, amikor valakit kisminkelsz? Igen, azért nem szeretem ezt a trend szót, mert ugye kiadnak egy bizonyos divatot, ami nem mindenkinek áll jól. Ezért szeretem úgy, hogy egyénre szabottan, megnézve azt, hogy a vendégnek milyen az egyénisége, a hajaszíne, a szemeszíne, az arcformája, és ugyebár, hogy milyen színű ruhához sminkelünk. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, ez egy nagyon komplex és összetett dolog. Ez az elsődleges. Létezik még az az elf, hogy amilyen színű a ruha, olyan színűnek kell lenni a szemfestéknek, mondjuk? Nem minden esetben. Ez is ugye nyilván attól függ, hogy milyen rendezvényre készül a vendég. Most szilveszterkor mi az alapvető dolog? Divat-e még például a füstös szemfestési forma, illetve mennyire szabad sötéten sminkelnünk magunkat, vagy ez is inkább ruhafüggő? Ez is egyénfüggő. Uh-huh. Nem is az, hogy ruhafüggő, inkább egyénfüggő. Mindig a vendégnek az egyéniségéhez kell sminkelnünk. Ami most nagyon-nagyon trend, és ugyebár trendről beszélünk megint, amit nem szeretek, ezt sem érdemes, vagy szabad mindenkire használni ezeket. Most nagyon divat a csillám. Kisebb, nagyobb darab csillámporok, akkor a sejemporok, a metálfényű szemhéjpúderek, ezeket nyugodtan lehet alkalmazni, csak arra nagyon oda kell figyelni, hogy a sejem színeket, a fényes színeket mindig mattal kombináljuk. Ha valaki otthon szeretné elkészíteni a szilveszteri sminkjét, vagy éppen a parti sminkjét, ahhoz mindenféleképpen egy matt színt kötelező használni. Mert nagyon sokan azt elhibázzák, hogy a szemzug belül világosan fényes, akkor befényesítik az egészet, még a külső kétharmadot is, vagy egyharmadot. Nem szabad. Belül fényes, kívül matt. És akkor így meg lesz a harmónia. Azért örülök, hogy mi sem lettünk csillámpólik, hogy nem estél túlzásban. Igyekeztem itt is nálatok egyénileg. Van olyan szín, ami mindenkinek jól áll? Nem igazán. Inkább a bőrszín határozza meg, igaz? Igen. Sokkal inkább. Igen. Igen. Én inkább a natúr dolgokat mondanám inkább, de az sem, nem feltétlen. Nem feltétlen, nem. Mert van, akit például sápaszt. Igen, meg vagy öregít. Pont ez a típus vagyok, engem sápasztanak ezek a natúr színek. Egy icipicit visszakanyarodva még ezekre a csillámos divattrendekre, csak kimondom még egyszer, biztos, ami biztos. Ugye az sem mindegy, hogy például ezeket az arc, illetve a szem melyik részén használjuk. Ugyanis csillámporból nagyon csúnyán mellé lehet lőni akkor, hogyha gyönyörűen összepislogjuk, és a vége csomós lesz. Na hát igen, erre vannak meg a különböző technikák, meg anyagok, hogy mit, mivel, hogyan kombináljunk össze, és milyen mértékben, mert ugye ez sem mindegy, hogy a csillámot is fel lehet nagyon szépen használni, és rakni egy szemhéjra, de nem mindegy, hogy hogy. A legjobb, azért vagyunk mi. A legjobb, amikor valaki túlzásokba akar esni, és minden tiszta csillámpor, meg még ilyen giganagy műszempillákat is feltesz, és rajzol magának sajnos egy szemöldököt. Sajnos, vastag szemöldököt, ami most megint a trend, ami nem. Na, akkor ez se jó mindenki. Szemöldökből most éppen mi lenne az aktuális, ami fogjuk rá, hogy az esetek nagy többségében jól állna a hölgyeknek, nem túl merev, nem túl mű, ami olyan természetes színben, illetve formában, mi az, ami most a legkedveltebb? Hát ez is egyénfüggő. Teljesen? Teljesen, ez full egyénfüggő, ez is. Hát nyilván egy szőkehajú, világos bőrű hölgynek, nőnek ilyen nagyon világosabb, hát világos középbarna szemöldököt szabad. Ebből is vannak olyan anyagok, hogy tudjuk erősíteni, mélyíteni a színeket, vagy nem. Például, ha valaki enyhén szereti, nem szereti az erős szemöldököt, azt akkor úgy szoktam én csinálni, hogy port javaslok a vendégnek, szóval átporozzuk a szemöldököt. Ha valaki erősebb, határozottabb színeket szeretne, akkor azt géllel szoktam csinálni, és az nagyon olyan erősebb tetovált hatást ad a vendégnek. De ezt a kettőt lehet ugyanúgy kombinálni, és akkor jön össze, és jön létre az ombre szemöldök. Uh-huh. Három hölgy, hogyha leül sminkekről beszélgetni, akkor szerintem nincs az az időkorlát, ami elég lenne nekünk. Egy pillanatra még
férfi smink létezik? Létezik, szoktam is. Hát ugye, amikor bejön az esküvői szezon, akkor szoktak, és ami nekem is meglepő, viszont így magam véleményébe megjegyezve jó leső dolog, hogy az örömapák is szoktak kérni. Nem csak a vőlegény? Nem csak a vőlegények, az örömapák is, és... Szinte hihetetlen. De hát persze nyilván igen. Nem olyanokra kell gondolni, hogy ők most szemhéjtusozást kérnek, vagy műszempillát, hanem nem. Gondolom csak egy kis egyengetést a bőrtónusnál. Ugyanúgy alapozást követel a férfi smink is. A férfi sminkben igazából árnyékokkal játszunk, itt árnyékolunk. Nyilván itt nem használunk highlightert, itt nem... Nem bár csillogunk. Ez a szó. Hát a csillogás. Ja, bocsánat. Inkább, tudod. Okay. Igen, a férfiaknál nem feltétlenül lenne előnyös, ha csillogna az arcok. Nem. Itt nagyon erősen be kell mattítani, nagyon erősen be kell előtte a bőrt bázisozni, mert ugye a férfiaknál ugye nagyon, hát sajnos, nagyon izzadósak. És erre nagyon gondolni kell, ez az első lépés, hogy jól aládolgozni, és utána jön az alapozás, szépen lemattítva, egy kis ajakbalzsam, meg hát aki úgy engedi, egy kis barna szempilla spirált a végére, a szempillái végére, és akkor így megvan a kerek. Egy biztos, hogy a fényképek jól fognak sikerülni, az akkor biztos. Garantáltan szépek az biztos. Lesznek az esküvőről. Így a legszebb, az biztos. Na mondtam én, hogy nincs az időkorlát, ami nekünk elég, főleg így, hogyha férfiakról is elkezdünk beszélni. Igen. Vanda, nagyon szépen köszönjük a sminket is, és azt is, hogy ezt a sok jó tanácsot elmondtad nekünk, meg azt is, hogy itt köszönöm. Voltál persze.